A sóstói múzeumfaluk közel 7 hektáros területén a népi építészettel és hagyományokkal ismerkedhetnek a látogatók. Tavaly összesen 60 ezer vendéget fogadtak mondta egyháza alpolgármestere, a Skanzen szezon indító sajtótájékoztatóján. Úri Úrikatilla hozzátette a modern városok program segítségével sokrétű újításokat terveznek, ezekre összesen másfél milliárd forintos forrásár rendelkezésre. A cél az, hogy a turisták az állatpark és a fürdő után harmadik célpontnak tekintsék a múzeumfalut. A közeljövőben a múzeum falu 20 ezres néprajzi gyűjteményét is rendszerezik majd. Megváltozik maga a belépés is, ugyanis egy olyan uh hát házon keresztül fognak majd a látogatók beérkezni, amely már bemutat valamit a, a ami interaktívá teszi, ami felhívja a figyelmet. Olyan infrastruktúrális fejlesztések lesznek, amelyek mondjuk közvilágítással képesek, a falut arra, hogy, hogy mondjuk a sötétedés után is lehessen itt programokat szervezni. Lesz színpada, lesz egy külön fogadója, lesz egy új területen egy olyan interaktív játéktér, ami nyitott, szabad is, szabad téren is lesz, és, és, házban is. Idén a szokásosnál korábban már március végén nyit a Sóstói Múzeum a húsvéti programokhoz pedig a Pálinka ház is csatlakozik. Ezen a hétvégén itt Beregi Pálinka fűzük mutatkoznak be, és kóstolóval is várják a vendégeket. A tervek szerint júliustól a megyében lévő 16 Pálinka főzőt bemutató kiállítás nyílik majd. A húsvéti látogatókat pedig már nagypéntektől várják a Pálinka háznál és a Skanzennál is, mondta a tájékoztatón a múzeumfalú igazgatója. A tojásfestéssel ismerkedhetnek a látogatók a hagyományos és az újabb e, módszereivel, módjaival e, megismerkedhetnek e, nagypénteken e, délután egy órától a sárgatúró készítésének a fortéjaival. a Józsefvárosi Értelmiségi Egyesület tagjai fogják ezt nekünk bemutatni, és aztán utána ezt meg is lehet majd kóstolni. A kalács készítésnek a e, fortéjaival is megismerkedhetnek, és aztán majd húsvét hétfőn pedig a teljes szokáskörrel, hiszen ezek a húsvéti ünnepi ételnek a egyes fogásait mutatják be. A gyerekeknek játékos feladatokkal is készülnek, a vállalkozó kedvűek pedig húsvéti szagos vizet és saját szódás üveget is készíthetnek. Az egész éves program tervidén több újdonsággal is kiegészül a múzeum faluban. Novemberben András Napi Pálinka Fesztivált szerveznek, és adventi programokkal is készül majd a Sóstó Iskanzen.